Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 9-én, kedden 17 óra 20 perckor. Ma este először egy beszélgetést láthatnak Egerházi Attilával, a Balettszínház igazgatójával, majd ellátogatunk a Vörösmarty versünnep elődöntőjére, végül pedig látogatást teszünk a fehérvári művészek Budapesten megnyílt kiállításán. Tartsanak velünk! Készül az új évadra a Székesfehérvári Balettszínház. Egerházi Attila igazgató bizakodva tekint a jövőbe, ha egyelőre online térben is, de kivételes művekkel készülnek az évadra. Kedves nézőink, ahogy ígértem, Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója a vendégem. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, de az alap mindenképpen, hogy egy kicsit említsük meg a Vörösmarty Színházban megteremtett nemzeti imánk születésnapján, a Magyar Kultúra napján létrehozott fantasztikus összművészeti gálát. Ezúton gratulálok, olyan visszajelzések érkeztek, amelyek nagyon-nagyon ritkák, meg kell, hogy mondjam. Valamennyi olyan művészeti ág részt vett ezen a gálaesten, akik fontosak számunkra, tehát a színház, a balettszínház, a szimfonikus zenekar, illetve az Alba Régia Táncegyüttes nem különben. Honnét jött a gondolat, hogy egy ilyen rendhagyó műsort állíts össze? Egy kicsit erről beszéljünk, hiszen nagyon tetszett a nézőknek is, és meg kell, hogy mondjam, én azt mondom, a művészet kedvelőknek is ez valami új. Azt gondolom, hogy a városnak mindig nagyon fontos a kultúra, és fontosak a kulturális intézményei, és fontos, hogy ezek a kulturális intézmények együtt tudjanak működni, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy együtt tudjunk működni. Legalábbis olyan formában egy gála műsor keretébe, ahol mind a három jelentős kulturális intézmény a városnak, a Város Színházában, a Vörösmarty Színházban képviselte magát. Nagyon nagy öröm volt ez számunkra, hiszen régóta el vagyunk vágva a közönségtől. És ha még online is, de azért tudtunk találkozni a közönséggel. És egy nagyon rendhagyó módon ünnepeltük a színházba ezt a jeles napot. Mégpedig, mivel a nézőtér most sajnálatosan üres, ezért a nézőteret használtuk játszótérnek, úgyhogy egy olyan trilógiát készítettem, rövid trilógiát a társulatnak, amit a nézőtérre komponáltunk. Nagyon jó volt. Viszont, bár most még ugye online formáról beszélünk, mert hogy sajnos nincsen más, ugyanakkor készülni kell az évadra, annál is inkább, mert ha valami nagyon hiányzik, az mindenképpen a kultúra, az élő kultúra. Ezt semmi nem helyettesítheti, de hiszünk abban, hogy majd, ha jön a nyár, vagy tavasz végén, akkor már helyreáll a régi rend. Ennek tükrében az évad is elkezdődik a Balettszínházban, de mielőtt erről beszélnünk, hogy mi mindenre készültök, essék szó a fantomfájdalomról, hiszen ez is egy olyan rendhagyó történet volt, aminek szüzséjét ugye tudjuk, El Simon László írta, és egy fantasztikus zeneszerző is részt vett ebben. Ezt hogy láthatják a nézők? Várhatunk erre? Igen, tulajdonképpen megvolt az online bemutatója, hiszen a kulturális csatornánk, az M5 kulturális csatorna ezt műsorra tűzte, és nagy öröm és megtiszteltetés volt számunkra, a társulat számára. De várat magára még a színházi bemutató, és az bízom benne, hogy hamarosan sor kerülhet rá a Vörösmarty Színházban, de addig is tervezünk egy streamelt változatot, tehát egy online változatot Fehérváron, valamikor a közeljövőben, és nem csak a fantomfájdalmat szeretnénk streamelni és eljuttatni a közönséghez, hanem készülünk egy gyerekdarabbal, ifjúsági darabbal, ez az Aladdin, amit egy vendégkoreográfus fog nekünk koreografálni Nemes Zsófia személyében. Ezt is streamelni szeretnénk, lesz egy online bemutatója, és majd, hogyha lehetőségünk nyílik rá, akkor lesz egy kőszínházi bemutatója is a darabnak. Mitől lesz más az Aladdin? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy a Kortárs Táncszínház atya egyik oldalról te magad vagy, aki kicsit másként gondolkodik, más történeteket, ugyanazt a történetet kicsit másként próbálja, illetve hát meg is teszi hitelesen bemutatni. Hát igazából erről Nemes Zsófiát kell majd kérdezni, hiszen ő felelős ezért a darabért, az ő víziója fog színpadon megelevenedni.
Úgyhogy én ehhez sokat nem fogok tudni hozzátenni, kíváncsian várom én is, hogy mitől lesz ez eredeti, de nyilvánvalóan, hogy a mindenki által ismert történetet fogja elmesélni, táncszínházba önteni ez a produkció. Tudatosan kérsz fel olyan vendégkoreográfusokat, akik másként gondolkodnak, úgy, ahogy te magad, olyan darabokról, amelyek klasszikusak ugyan, de azt hiszem, hogy a mai kortárs táncművészetben így is nagyszerűek. Igen, hát tulajdonképpen minden tudatos a társulatépítés szempontjával, így a művészi arculat is. Igen, ez egy nagyon fontos szempont, hogy olyan koreográfusokat kérjek fel, akik tőlem, az én munkámtól eltérő módon gondolkoznak, viszont a táncszínházat hasonlóképpen látják. Zsófiának láttam jó pár munkáját, jó pár dolgozatát, eltérően gondolkozik bizonyos szempontból a színház csinálásról, mint én, és ettől izgalmas lehet a repertoár és sokszínű, úgyhogy bízom benne, hogy egy nagyon izgalmas produkció fog születni. A másika viszont, amelynek te leszel a koreográfusa, a Hattyúk tava. Én meglepődéssel olvastam, hogy másként, más történettel fogalmazza újra a darabot, mondtam magamban, hogy nocsak. Igen, hát reprodukálni ugyanazt, amit már ismerünk, annak nem sok értelmét látom. Mi nem is vagyunk egy klasszikus balettársulat, mi táncszínházat képviselünk, illetve hát azért a klasszikus balett értékeire épül az a koreográfiai munka, amit én végzek. Igen, egy másik aspektusát fogja bemutatni ez a darab, a már ismert klasszikus balett verziónak. Valamikor azért azt el kell mondjam, hogy az akkor is kortárs volt, amikor ez született annó, és most pedig egy Hattyúk tava újra gondolva tulajdonképpen. Értem ezt, csak azért kérdezem a Hattyúk tavát, mert, és egy kicsit bővebben beszéljünk erről, mert én azt gondoltam, hogy ez úgy örök, ahogy én láttam annak idején, ez 30 esztendeje először. Ez így is van, az a muzeális, ma már muzeális értéknek tekinthető verzió, amit persze sokan átdolgoztak, a klasszikus verzió Hattyúk tavának, az nagyon régi, nagyon sokan ismerik, és örök. Az nem jelenti azt, hogy ezt nem lehet felülírni, vagy tovább gondolni. Igen, mert Csajkovszki örök, azt tudjuk. Igen, Csajkovszki zenéje az örök érvényű zene, az egy nagyon drámai, nagyon erőteljes zenemű. No, akkor kicsit merüljünk el ebben, hogy milyen Siegfriedet képzelsz el te magad. Hát nem szeretném spoilerezni a darabot semmiképpen, de azért úgy dióhéjban előrevetítve, az én történetem Siegfried szemszögéből közelíti meg a történetet. Tulajdonképpen egy meghasadt tudatú fiatalember, akinek valószínűleg gyerekkori traumája lehetett az édesanyjával, és a viszonyulása saját magához, és a nőkhöz, a partnerekhez az elég sajátos. Tulajdonképpen egy vízió, az egész darab Siegfried víziója, ül egy szobában egyedül, hogy ez most az otthona, vagy egy pszichiátria, nem tudjuk, nem is fontos, magányába, és kivetíti a történetet. Minden történés, ami a darabba megjelenik, az a saját belső víziója és vívódása. Most nagyon primérül fogalmazok, Odett alakjába, amit szintén csak kivetít, nem valós személy, ezt majd a darab végén derül ki, de most már nagyon sokat spoilereztem, az tulajdonképpen a saját belső, nagyon primérül fogalmazva jó énje, és Rodbár, aki nem férfi, hanem ugyancsak nő a darabba, pedig a rossz énje. Ugye Yin és Yang figuráját ismerjük, minden rosszba van valami jó, vagy minden jóba van valami rossz, a feketébe a fehér pont, a fehérbe a fekete pont, de ez mind rajtunk múlik, hogy mi hogy szemléljük a világot, mi mit látunk a világban, mi hogy képezzük le a világot, és tulajdonképpen minden az ember elméjébe zajlik le, és az elme az teremtő erővel bír, és ő megteremti ezeket a figurákat, megteremti az egész történetet, de ez a saját víziója tulajdonképpen. Érdeklődéssel várom. No, viszont a közleményben olvasom, mármint a Balettszínház közleményében, amit eddig is tudtunk, hála Istennek mondom, 2018 óta, hogy a Balettszínház életében kiemelkedően fontos a közösséggel, a közönséggel való kapcsolattartás, és ennek a programnak a jegyében a Mozdulj Fehérvár. Ez egy nagyszerű gondolat, és a céllal is abszolút egyetértek, de hogy lehet ezt tartalommal megtölteni? Ennek több szegmense van.
több szálon fut. Sajnos most ezt parkolópályára kellett tennünk, hiszen... Ebben az időszakban feltétlenül. Ez nem igazán az online műfaj, tehát a személyes találkozást az online tér nem pótolja, nem helyettesíti, így a színházat sem, de nagyon jó, hogy van. Úgyhogy ezt a programunkat most picit jegelnünk kell, illetve meg kell várnunk azt az időszakot, amikor újra találkozhatunk a közönséggel, és a tulajdonképpen ezt iskolásokat, iskolás generációt céloztuk meg, színházi nevelési program tartozik bele, kurzusok, tánckurzusok tartoznak bele, ehhez kell találkoznunk a növendékekkel. És hát egyértelmű, hiszen eddig is hitelesek voltatok, de én azt gondolom, hogy a személyes találkozás az pótolhatatlan. Tehát online térben ez így igaz. Egyébként online térben nyílt napokat fogunk tartani. Ezt tervezzük, és szerintem ezt a közeljövőben meg is tudjuk valósítani. És végül beszéljünk a showkézről, ez egy fantasztikus történet megint csak. Ezt kicsit ahhoz hasonlítom, hogy például a Vörösmarty Színházban, de más színházaknál is már van olyan természetesen, hogy egy-egy színművész, aki kellő ambícióval rendelkezik, belekóstol a rendezésbe. Így van. Itt ez kicsit ugyanolyan, hiszen a balettművész is, aki nagyon komolyan veszi és kellően tehetséges, már pedig ilyen csapatod van, az óhatatlanul is eszébe jut egy olyan koreográfia, az, hogy lehetne megcsinálni. Így van, teret kell biztosítani a kreativitásnak, és más társulatokhoz hasonlóan, tehát nagyon sok külföldi társulat van, talán hazai társulatok is adnak példát, arra, hogy egyes társulatoknak a kreatív tagjai, táncművészei, akik hajlandóságot éreznek az alkotásra, lehetőséget kapjanak. Úgyhogy innentől kezdve minden évben szeretnék ilyen koreográfus stúdió munkát létrehozni. Nagyon sokan jelentkeztek, 7 táncművészünk készít rövid alkotásokat, és ez azért is nagyon fontos, mert egyfelől a koreográfus utánpótlást biztosíthatja, elsősorban a Székesfehérvári Balett Színház számára, aztán, hogyha valaki olyan tehetséges, hogy koreográfusként is dolgozni tud a jövőben, akkor más társulatoknak is készíthet koreográfiákat, ami szintén viszi a társulat jó hírét. Tehát kiteljesedhetnek. Így van. Végezetül, hogy kerek legyen és keretbe zárjuk a történetet, hogyan élitek meg a koronavírus járványt? Hiszen én azt gondolom, hogy a folyamatosan a mozgásra épülő táncszínházi szereplők, tehát a munkatársaid, a művészek nagyon-nagyon hiányoznak a hétköznapokon. Lehet-e úgy próbálni, hogy fennmaradjon fizikailag, technikailag és legalábbis fejben az az elv, amelynek mentén aztán a későbbiekben színpadra lépnek? Természetesen dolgozunk, nem találkozhatunk a közönséggel, ez a legnagyobb drámája ennek a helyzetnek, és ezt nagyon nehezen élik meg a táncosok. De dolgozunk, próbálunk, készülünk, mint ahogy említetted, vagy beszéltünk róla, a Hattyúk tavára, készülünk az online előadásainkra, folyamatosan dolgozunk. A legnagyobb dráma, hogy nem tudunk előadásokat tartani. Nos, hát ez részben szívszorító, de hát bizakodóak vagyunk. Én legalábbis bízom benne, hogy rövidesen, személyesen is találkozhatunk, addig pedig marad az online tér, és erre kérem, kedves nézőink, Önöket is, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos történet a Balett Színház számunkra. Egerházi Attilának köszönöm szépen, és hát bízom benne, hogy mondom, személyesen is találkozhatunk. Köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Több mint 200 nevezés érkezett a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola által meghirdetett Vörösmarty versünnepre, amelynek elődöntőjét Kápolnás Nyékén rendezték meg. A versmondó verseny döntőjére februárban kerül sor. Vörösmarty Mihály születésének 220. évfordulója alkalmából a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola a Kápolnásnyéki Vörösmarty Emlékházzal közösen szervezett emlékév keretében hirdette meg a Magyar Versmondók Egyesülete szakmai támogatásával a Vörösmarty versünnepet. A két kategóriában több mint 200 kárpát-medencei fiatal mérettette meg magát az elődöntőben a rangos szakmai zsűri előtt. Nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sok
szavalat érkezett be, ugye most online formában tudtuk csak megszervezni ezt a versenyt. Én megmondom őszintén, hogy tartottam tőle, hogy lesznek-e vajon jelentkezők, és lesz-e ez annyira érdekes, mint a személyes jelenléttel egybekötött versenyzés. És hát nagyon nagy örömömre nem csak Magyarország területéről, hanem a határon túlról is nagyon sok vers érkezett. És hát itt topzódunk a zsűritársakkal, mert csodálatos tehetséges gyerekek is megjelentek a színen. Nyilván vannak olyan versek, amelyeket talán nem ennek a korosztálynak kellett volna elmondani, most egyelőre a picikkel foglalkoztunk, és majd délután jön a nagyobb falat a középiskolás korosztály. Nagyon üdítő, hogy rengetegféle vers érkezett, tehát nem csak egy-két-három jól ismert Vörös Marti verset választottak, hanem olyanokat is, amelyeket én sem ismertem, még megmondom őszintén. Úgyhogy sírtunk, nevettünk, és azt hiszem, hogy büszkék leszünk az eredményre. Bakony István József Attila díjas irodalomtörténész úgy fogalmazott, megerősítést jelent, hogy a Vörösmarty emlékév keretében ilyen sok felkészült fiatal mutatta be a magyar nyelv kivételes értékeit. Nagyon szívesen jöttem ide, ugyanis 20-valány évvel ezelőtt többször fordult elő, hogy Kápolnás nyéken megrendezték az országos Vörösmarty versmondó versenyt, akkor a zsűri elnöke Bánfi György volt, és Román Károllyal zsűriztünk többek között abban az időben. Az meg egészen kivételes, hogy egy olyan versmondó versenyt szerveztek itt nyéken, amelyen kizárólag Vörösmarty verseket hallunk. Közel 200-an vettek részt az online változatban, és ennek az elődöntői zajlanak itt most a mai napon. Persze éppen azon gondolkozni, hogy a kisebb gyerekek számára, vagy a tanáraik számára nagyon nehéz feladat Vörös Marti verseket választani, mert ez az életmű jó része nem az ő generációhoz szól. Viszont hallottunk néhány olyan meglepő versmondás is, például az Emberek című fantasztikus költeménynek a előadását, ami teljesen meglepett bennünket, mert ezek a tizenéves gyerekek is magukévá tudták tenni ezt a mondandót. Természetesen az esetek többségében vannak versválasztási problémák, de az, hogy Vörös Marti versei szólnak itt egész napon át, ez azt hiszem nagyon fontos és kivételes esemény. Hallgassatok! Ne szóljon a dal! Most a világ beszél, s megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könny zápor, melyet bánat hajt, szél, melyet emberszív sohajt. Hiába minden. Bobori Zoltán, a Vörös Marti Társaság elnöke, a versek szerelmese számára kiemelten fontos minden egyes pillanat, ami a magyar nyelv megőrzését szolgálja. Kettős érzése van az embernek, mert egyrészt csodálatos érzés egy versmondó versenyen zsűrizni és részt venni, és különösen akkor, amikor Vörös Marti Mihály szavait hallja az ember a versmondóktól. Ugyanakkor pedig van bennünk valami kis félelem is azért, hogy meddig lesz majd ilyen népszerű a versmondás és a magyar irodalom, és mennyire lesz népszerű a magyar irodalom népszerűsítése. Ez minden esetre most egy ilyen versmondó verseny, amikor egy hatalmas létszámban vannak jelen a fiatalok, akkor nagyon-nagyon nagy örömöt és bátorítást ad az embernek. Arról beszélgettünk Kelemen István színművész úrral itt a szünetben, hogy még egy ilyen gyerekek által közvetített versmondó versenyen is kiderül az, hogy micsoda fantasztikus kincs birtokában vagyunk mi. Ez a magyar nyelv. Ne nézz rám! Bájolsz, de nem hiszek. Ne szólj hozzám! Ámic. Nem értelek. Kelemen István, a Vörös Marti Színház művésze is elkötelezett Vörös Marti Mihály költészete iránt. Nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan jelentkeztek, ugye közel 200-an. Annak is, hogy nagyon sokféle Vörös Marti verset mondanak, nem csak azt az 5-6-ot, amit ismerni lehet, és hogy nagyon sok gyereknél érzem azt, hogy önszántából akart erre jelentkezni, és hogy gondolatot akar közölni velünk, nézőknek, hallgatóknak. Úgyhogy nagyon nagy örömmel tesszük a dolgunkat.
A zsűri döntése alapján a 6-tól 12 éves korosztályban 6 gyermek, míg a 13-tól 18 éves korosztályban 10 versmondó jutott a versünnep döntőjébe, amelyet a vírushelyzetre való tekintettel szintén online térben rendeznek meg. A koronavírus járvány a képzőművészeti alkotásokat is virtuális térbe helyezte. Aspektusok címmel Fehérváron élő és alkotó művészek munkáit ismerhetjük meg, sokféle műfajban és stílusban, a budapesti Artézi Galériában megnyílt kiállításon. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás az Artézi Galériában. 15 fehérvári művész mutatkozott be Budapesten. A tárlat két kurátora, a népszerű fehérvári művészházas pár, Bükki Zsuzsanna és Szentes Ottokár voltak. Kaptunk egy felkérést Németh Gézától, a galéria tulajdonosától, feleségemmel Zsuzsával együtt, hogy állítsunk ott ki, és keressünk olyan fehérvári művészeket, akik méltóképpen reprezentálják az itteni művészeti életet. És ennek a kitalálása, megszervezése nem volt igazán könnyű 50 művész közül kiválasztani azt a 10, igazából most már akkor 15 művészt, akik ott kiállítanak. Tulajdonképpen a cél az volt, hogy olyan műveket rakjunk egymás mellé, amelyek beszélnek egymással, amelyek felelgettek egymásnak, tehát a kiállítás legyen igazán, igazán jó, mint kiállítás. Mennyire volt elf, hogy valami visszaköszönjön abból az elhagyatottságból, önmagának valóságból, abból az egyedül létből, ami ilyenkor a művész társadalmat is jellemzi? Nos, nekünk képzőművészeknek tulajdonképpen szerencsénk van, mert otthon lehet a műteremben dolgozni, festeni, ellentétben az előadó művészekkel, akiknek hát naponta meg kell mutatkozni ahhoz, hogy ez a dolog tényleg működjön, ők sokkal inkább ilyen szempontból hátrányban vannak, de azt gondolom, hogy sikerült így kitörni ebből a dologgal, és valahogy úgy voltam a meghívottakkal, mint festő a palettájával, hogy válogatunk a színek közül. Mindegyik szín tulajdonképpen egyforma kedves, de nem biztos, hogy a legkedvesebb éppen belefér ahhoz, hogy egy jó képet tudjak csinálni. Na, a kiállítással is tulajdonképpen így voltuk, egy picit visszatérjek az előző gondolatmenethez. A fehérvári alkotóközösség 4 generációt képvisel, ám egyáltalán nem látszik a kiállításon a nemzedéknyi életkor különbség, sőt, ahogy azt itthon is megszokhattuk, kifejezetten üdítő a sokféle műfajban és sokféle stílusban megmutatkozó érték. Először fordul elő az én történetemben, hogy kurátori gondozói, ugyanakkor alkotói és kimondottan technikai rendezői szerepkört is vállalhattunk társaimmal együtt. Amúgy is az én történetemben a csoportos kiállításokat tartom jelentősnek és fontosnak, és most azzal, hogy kurátorként is közreműködhettem, és alkotóként is, és végigéltem szinte átolcettik a kiállítás létrehozását, döbbentem rá arra, hogy milyen fontos összképet hozhatunk létre, ha igazán odafigyelünk, egy tárlat építése során. Tehát ahol sok alkotó, még több műve van jelen, műfaji gazdagság, és nem elszigetelten egymás után sorolva jelennek meg a művek, hanem egyfajta összképet alkotnak, és egy összkompozícióvá válhatnak, és ez a fajta kis csoda jött le nekem, így csapódott le utólag ebben a tárlatban, ahol tulajdonképpen a nem is az egyének fontosak az alkotók, hanem a művek, ahogy a művek beszélhetnek egymással. Amikor csoportos kiállításokon részt veszek, mindig nagyon izgatott vagy izgalmas dolog az számomra, hogy milyen kontextusba kerül
az egyes mű hogyan felelhetnek egymásnak, milyen térben és közegben beszélhetnek az alkotások egymással. És itt történt meg talán az a fajta számomra harmónia, összkompozíció, összhangzattan, amit úgy kezdetekben elvártam, hogy létrehozhatjuk. Az online térbe álmodott aspektusok című tárlat az Artesi Galéria honlapján tekinthető meg. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra!